Te felülírhatod a szavazást, te egyedül. Jó? Gyere, Csibe. Dugd bele a lábidat. Kidőltél, mint egy krumplis zsák? Na rá! Na, apának is adja. Nem kell akkor így. Kész is vagy? Aha. Sziasztok! Mivel múltkor nagyon szerettétek, hogy ti szavaztátok meg, hogy mi történjen velünk egész nap, ezért úgy döntöttünk, hogy most megint tiétek a lehetőség, és Instagramon írtatok, hogy melyik választás legyen, és mi követjük, amit kértetek. Bár ez annyira nekem nem jött be jól a múltkor, hiszen mindent velem csináltatok, úgyhogy most légy szíves, egy picit billenjen úgy a mérleg nyelve, hogy egy kicsi is valami feladatot kapjon. Van egy rossz hírem. A reggelit is téged szavaztak meg, úgyhogy... Gondoltam. Kérlek, Anarustól kérdezzük meg, hogy mit kér, a paradicsomot nekem már mondta. Velem könnyű dolgom lesz, mert én 2 darab abonettet szeretnék kérni, saját krémmel és parmezánnal. Ugyanis most nagyon nagy szálkásításban vagyunk, azt láttátok az előző videóban, hogy az edzés is elkezdődött, úgyhogy nekem mindössze ennyi lesz. Az nem olyan nagy. Jó, az megoldható. Arra, amit képestem is. Köszönöm is. Naruska, segítesz apának reggelit csinálni? Oda viszem a széket, oda tudsz állni és segíteni nekem, mit szólsz? Segítesz? Jó, hogy... Most tudod úgy enni, hogy nekem tesz a magad? Vagy apa félbevágja? Sikerülni fog, ezt látom. Jó? Anya! Anya helyéhez, igen. Kész van? Uh-huh. Oda visszük anyának? Segítesz oda vinni? Uh-huh. Anya! Egy egész pödör paradicsomot hoztál? De gyere, ide jössz a zölembe? Uh-huh. Anya! Nekem is köszönöm szépen a reggelit. Segítettél csinálni? Uh-huh. Köszi, édesem. Apa! Apával csináltátok. Aha! Uh-huh. Isten lett. Jó, hogy fejlő. Te nem eszel semmit, Pupi? Csak kávézol? Kávé egyelőre, aztán később picit. Jó. Mondd a párnak, hogy ő is jöjjön ide, amíg falatozunk. Mm. Nagyon finom lett. Miért? Uh-huh. Isten ért a vakkal. Majd jön a sabonettet. Igen. Jó. Wow, wow. Wow, wow. Kimegyünk wow, wow-t nézni? Volt egy ilyen kérdés is, hogy bent játszunk, vagy inkább kint. Úgyhogy remélem, hogy azt szavaztátok meg, hogy kint, és akkor tudunk wow-wow-kat nézni, mert a Narus nagyon nagy fanatikus. Ugye? Wow-wow. Te felülírhatod a szavazást, te egyedül. Jó? Gyere, Csibe. Dugd bele a lábidat. Kidőltél, mint egy krumplis zsák? Uh-huh. Na, mutasd meg apának, hogy te végül ezt választottad. Apa, apa. Ejha. Nem. Ez is csinos, ez nem annyira nem jó most. Nem. Gyorsan elmondom nektek, hogy az én alapsminkekhez mit szoktam használni. Én a Too Faced Born This Way alapozóját használom, ezt még Amerikában találtam meg. Viszonyításképpen a karamell szint, nyilván azért sokatoknak ez nem fog passzolni. Aztán korrektorként a Studio Fix 24 órás korrektort használom a MAC-nek, és mielőtt elfelejteném, mindig alá szoktam kenni a MAC-nek ezt a strobe krémét. Én ezt az ilyen pinkes áriratot szoktam választani. A szemem alá szoktam a korrektorra rákenni ilyen fixáló púdert, ezt a Narus összetörte. Ennek a színe a medium, ez ilyen mineralize, és most itt téli időszakban, amikor nincs annyira jó színe, így a C6-os MAC-es púdert szoktam használni. De nézzük, hogy hogyan készül. Na rá! Na, apának is adja! Nem kell akkor így. Te eszed meg!
az alapozás és a korrektorozás, meg a puderezés kész van. Egy nagyon kicsi bronzosítót, meg ilyen highlightert szoktam feltenni, egy kis tus, szempilláspirál, és néha megigazítom a szemöldökömet, de általában nincs rá szükség, mert ilyen szálas tetoválás van rajta. Már fel is öltöztél? Igen. Te kész vagy? Apu. Apa rád adta a hátizsákot? Aha. Anya is elkészült, jó? Ha jól emlékszem, akkor de még egy csekkolást végzik, akkor a farmer pulcsikombot szavaztátok meg a Sofinak, meg nekem. Fölöltözünk, és mivel a kutyusozásra szavaztatok, ezért feljön a szomszédot, és kimegyünk egyet kutyázni a Marussal. Kész is vagy? Aha. Köszönjük, hogy játszhattunk veled, ugye? Igen. Mindjárt szólok, oké? Összegyűjtjük a hajadat először. Annyira élvezem, hogy már ilyen hosszú a haja, hogy neki is lehet cofot csinálni. Anyának is van gumi a hajába, azt láttad? Uh-huh. Tudod, mi kell majd még bele? Csat ide alulra. Jöhet a gumi. Köszönöm. Most ez csak a gumiak volt hangja, te. Kópé. Kópé. Így. Hátulra hozunk föntről egy csatot? Uh-huh. Most nézd, itt van nálam. Azt szoktam neki gumizni. És akkor masnakat azokat csak ide rá. Csiptetjük. Ugye? Meg hátra kellett csat nekünk, ugye, Maros? Fölmegyünk a csatért? Uh-huh. Közben megmutatjuk, hogy a kérésetekre a farmer búcsit is felvettük, a Marusnak szinte elkészült a cofja, úgyhogy most jöjjön az ebéd, amit mindjárt megnézek a telefonomon, nem is tudom, hogy hol van, hogy áll a szavazás, hogy paradicsomos vagy tejszínes tészta legyen, de nézzük, pillanat, hogy mi újság van ezzel. Egyelőre 53-47%-ra a paradicsomos tészta vezet. Jövök, Csiba, megyünk csatért! Azt figyeld, aha, anyának add oda. Köszönöm, édesem. Sima hagymát is szeretnék. Azaz. Uh-huh. Jó ez. Köszönöm, Csiba. Már meg is álmosztad gyorsan. Gyere, Narus, miért megcsináljuk az ebédet, megszavazhatjuk, hogy kifektessen le téged, jó? Anya. Én? Jó, te lehet apát szavazzák meg. Nem. Nem? Anya. Anya? Jó. Még mindig 54-46%-on áll, a paradicsomosa van 1334 szavazat, a tejszínese pedig 1126, úgyhogy szerintem az elkövetkezendő 2 percben napon megváltozni. Székely jó-jó. 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 Ilyen a székely jó-jó. Tudod? Tudod, mi a székely rágó? Szalonnabőr. Ez az első szavazás, amit egy picit fáj, mert én annyira kívántam a tejszínes tésztát, de hát
esélytelen, neki kell állni az ebédnek. Várj, annyi kis kockákra felvágja, és nagyon magasan vezet a paradicsomos tészta. Fú, ez nagyon fincs lesz, utána vágom a hagymát, de azt majd én belerakom, jó, hogy ne csipje a kezedet. Oké? Nem. Ez csíp, ezt anya beteszi, jó? Aha. Jó lesz? Nem. Most hogy mondtad, hogy nem? Nem. 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 Jön a hajma? Uh-huh. Igen? Nem csíp? Nem. Kicsit? Most annak, ha szeretnéd csak a kikötőd, akkor apa kezében áll a serpenyőbe, jó? De finom lesz, ugye? Aha. Uh-huh. Anya, jókat szokott főzni? De ne egyesével tegyük bele, hanem sokat fogjunk meg. Többet vegyél ki, nézd. Így, ennyit tudunk egyszerre betenni. Oké? Gyere, ide húzom a vizet, de csak innen a széléről, hogy engedd bele. Jó, mert nagyon forró. Anya, tegye? Jó? Oké, köszönöm. Azt is belerakhatod. Így fogd meg fönn. Köszönöm. Na most akkor kész a hamit. Még beteszek még egy kis csípőset, de nézzük meg, hogy mit szavaztak, hogy kifektessen le téged. Anya. Apát. Azt mondták 70-30%-ban, hogy apa. Upi. 70-30%-ban, amikor itthon vagy, én is hallottatok, úgyhogy... Úgyhogy ezt megéreztétek. Igen, Mozart? Anya. Jó lesz apával? Szívjad, szívjad a spagót! Szívjad a spagót! Mert leharapom. Ha... leharapom. Szia, Zsiri! Képzeld el, Lajos, a meccsen, majd ha újra lehet jönni, akkor mi jöhet szunkolni, hogy bemegyünk utána a jégre, amikor végül a meccsen. Ugye mindig bejöttél apával a jégre. Emlékszel? Hogy szurkoltál te apának? Hajrá! Hajrá! Oké? Ölelés? Én leülök oda, ugye? Ölelés? Szép álmokat! Leülök ilyen. Narus éppen alszik. Most van egy szabad percünk, hogy egy kicsit a kanapén kipihenjük a előttünk álló feladatokat és az elmúlt időszakot. De valójában TikTok videókat fogunk felvenni. Én azért nem kapok levegőt, mert az egyik egy gyakoroltam. De erről is készítünk nektek videót, nem fogtok lemaradni. Úgyhogy most el is köszönünk gyorsan, hogy a TikTokot is minél hamarabb el tudjuk indítani. Sziasztok! Sziasztok!